A nagy bentlakásos intézményekben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek támogatott lakhatásokba való kiköltözésük előtt széleskörű felkészítésben részesültek. A szakemberek olyan fejlesztési tervet dolgoztak ki a kiköltöző lakók részére, amely az együttéléssel és az önálló élettel járó kihívásokra, esetleges nehézségekre ad megoldási lehetőségeket. A kiköltözésünk óta szerencsére nem történt ilyen esemény, tehát a lakókat baj nem érte, de hát természetesen fel vagyunk rá készülve. Ilyen esetben, mivel mi nem vagyunk mindig velük, tehát ők önállóan is közlekednek településen, illetve önállóan közlekednek, utaznak a munkahelyükre, így ugye nagyon sok elbeszélgetés, ilyen szerepjátékokat játszottunk itthon. Mint bárki mást, úgy a támogatott lakhatások lakóit is érhetik nem várt események, melyek kezelésére felkészültek. Hogyha könnyű a baleset, és ilyen hasonlók, akkor evidens, hogy segítenék társamnak. De hogyha már súlyos, akkor vagy elsőbb a mentő, és utána hívnánk fel az esetfelülsünket. Amióta itt lakok, nem volt rá példa, hogy bármelyik társam is bajba került volna. Szükség esetére a szakemberek kidolgoztak egy intézkedési protokollt, és ezt követve járnak el, illetve segítenek. Természetesen itt mindenki rögtön mozgósítható, ez egy lánc folyamat, ha bármi történik. Tényleg a szituáció adja, hogy akkor mit és hogyan kell. Ez az esetfelelősöknek, a kísérő támogatóknak is megvannak, hogy milyen esetben hogyan reagáljanak. Külön kell kezelni az önállóbb jobb képességű lakókat, akik képesek telefont használni, akár saját mobiltelefont, akár vonalas telefont, amivel minden ház felszerelt. Ezt ők ugye tudják kezelni. A gyengébb képességű lakóknál, amikor nincs jelen az esetfelelős a házban, akkor a segítő kollega fog jelezni az esetfelelősnek. Nehéz helyzetekben a lakóknak elsősorban az esetfelelősök segítenek, de a szomszédok és a szolgáltatói környezet segítségére is számíthatnak. Az esetfelelős tanácsát kikérjük, akkor tőle is szoktunk kapni segítséget, mindenki nagyon segítőkész. A szomszédok is segítőkészek, akár a boltos is. Nem tudom, hogy mi az a probléma, amit helyben nem tudnánk esetleg megoldani. Vigyáznak magukra, dolgoznak itt, ugye. Egymást figyelik, nem kellett még segíteni. Széchenyi 2020 készült az FSK Nonprofit Kft. Megbízásából.